hallásvizsgálat az hogyan zajlik egy teljesen újszülött babánál? Hogy vizsgáljátok meg, hogy jól hall? Van egy spéci gép, ami ilyen kiváltott potenciál alapján méri a visszarezgést tulajdonképpen, és ezt általában a nővérek szokták csinálni. Ehhez az szükséges, hogy a baba mély alvásba legyen. Uh-huh. Úgyhogy a családoknak szólunk, hogy akkor csengessenek, amikor alszik a baba, általában a délutáni esti órákban, és akkor megcsinálják ezt a vizsgálatot. Tehát akkor fejükre, a baba fejére raknak valamilyen... A fülébe tesznek egy ilyen kis érzékelőt, a baba nem vesz ebből észre semmit. Ez a vizsgálat, ez gyakran nem sikerül, és a családok ilyenkor megijednek, de nem szabad megijedni. Általában nagyon-nagyon vékony és keskeny a babáknak a halójárata, és a megszületést követő napokban még az eltömeszelődhet magzatmázzal, vízzel, úgyhogy ilyenkor meg szoktuk ezt ismételni, és megnyugtatjuk a szülőket, hogy ne aggódjanak. Ez nem jelenti azt, hogy nem hall a baba, hanem ez egy nagyon gyakori technikai gond. Ilyenkor visszajönnek általában egy hónap múlva, 2 hónapos korig lehet ezt megcsinálni, ezt a vizsgálatot.